elképesztő érzés volt először az arénába pályára lépni egy első osztályú mérkőzésen. Nyilván nem győztesként, győztes mérkőzésre számítottunk, de szerettünk volna mindent megmutatni. Ez úgy gondolom, hogy az első fél időben meg is mutatkozott, főleg az első 25 percben, ott még meccsben is voltunk. Sajnos a másik fél időben elfáradtunk, és ott sajnos nagyon sok lerólás gólt kaptunk, és könnyű gólokat szerzett az ellenfelünk. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, úgy gondolom, hogy szívét, lelket kitett a pályára, küzdött 60 percig. A világ egyik legjobb csapatával játszottuk, 30 percig felvettük a versenyt, elfáradtunk, utána jött összeállt a Veszprémnek a védekezése, és úgy gondolom, hogy ebből nagyon sok eladott labda és rengeteg lerohanásgólt kaptunk. Viszont még egyszer mondom, nekünk ez egy gyakorlási mérkőzés volt, nekünk nem a Veszprém meg a Szegeddel kell, hanem majd nekünk majd péntek után kezdődik igazán a bajnokság, és onnantól lesz élet-halál minden meccs. Úgy gondolom, hogy ez a meccs pont egy gyakorlásra elég volt, és nem az eredmény számított. Abszolút nagyon jó érzés volt, hiszen ugye itt vagyunk már nem 20 akárhány éve, itt szinte mindenki veszprémi a csapatból. Abszolút jó érzés volt tényleg, itt még a meccs végén is ünnepeltünk, mégis kikaptunk 16-tal, és tényleg elképesztő érzés. És reméljük, hogy győztesként is ki fogunk tudni majd jönni egyszer-egyszer itt az arénában. De mit értél át a lelátom? Mi úgy láttuk, hogy nem volt olyan veszprémi gól, aminek ne örült volna a közönség. Hát így van, én nagyon úgy gondoltam, hogy ezt a veszprémi szurkolók ezt nagyon jól fogadták ezt a mérkőzést, és remek hangulat volt a csarnokban, őszintén nem számítottam, hogy egy néző ki fog jönni. És nagyon jó hangulatot varázsoltak, és élvezték a meccsnek minden egyes percét. És ez persze, én tudom, hogy a pályán ez a játékosoknak plusz motiváció a szurkolók, és szeretném megkérni őket, hogy az összes többi meccsünken szeretném, hogyha kiállgatottnák és buzdítanak minket, mert nagyon nagy szükségünk lesz rá. Az első győzelem mondjuk már megvan, igaz, nem hazai pályán. Mesélj már, hogy milyen érzés egy klub történetének első NB1-es gólját szerezni. Hát fantasztikus. Nem is a gól volt. Az csak a havatortán, hogy előjöttem az első gólt a csapatnak, de a győzelem az tényleg az mindent felülmúlt. Nyilván te egyik Veszprém szurkolónak sem vagy ismeretlen, már csak a neved miatt sem. Mekkora teher egyébként egy ilyen névvel kézilabda a pályán pályára lépni? Hát én úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam, hogy nagyon jó érzés a apának a karrierje, és nagyon büszke vagyok rá. Viszont én ezt megbeszéltem apával is, hogy én a karrierem során nem azért akarom, hogy ismerjenek az ember, mert Fazekas Nándornak fia, hanem én engem úgy akarom, hogy ismerjenek az emberek, mint Fazekas Gergő, és ezért harcolok minden nap. Persze kapom a támogatást otthonról, meg is fogadom, nagyon jó érzés, és megyek minden nap, dolgozok azért, hogy egy olyan karriert, mint apam, vagy még jobbat csináljak. Abszolút nagy a teher, már csak apa miatt is, és egy rosszabb mérkőzés után azért kicsit csalódott is vagyok. De valahol kezdek már hozzászokni tényleg ahhoz, hogy ezzel a névvel születtem, úgyhogy... Milyen együtt dolgozni apukáddal? Rendkívül jó, mindennapi jó tanácsokkal lát el, szinte mindennapos téma ott van ugye a kézilabda, és próbálja kompenzálni a hibáimat, mindig jó tanácsokkal lát el, hogyha esetleg valamit rosszul csinál, ha jól csinálok, még lehet, hogy akkor is beleszól, hogy mit kéne még jobban csinálni, úgyhogy már hozzászoktam igazából. Őszintén megmondom, én nehezebbre számítottam a nyáron, viszont nagyon jó, nagyon élvezem a minden egyes percét a apával a munkába. Most már nem csak a pályán kívül, hanem a pályán is tud tanácsokat adni, és ilyen játékostól, mint apa, azért persze meg kell fogadni, meg is fogadom, és ez csak plusz segítség lehet a karrierem során. Nem bánta, hogy nem kapus lettél? Nem, nálunk ez alapvető volt, hogy nálunk mind a hárman mi döntöttünk a posztjainkról, azaz, hogy nem semmelyikünk meg nem volt rá kényszerítve, és én is irányító posztot választottam, akkor ezt tiszteletbe tartom. Az, hogy belül ezt hogy élt át, vagy hogy éli át, azt nem tudom, de mondtam neki, hogy én nincs is meg a érzéseim a kapusposzthoz, és nem is szeretnék az lenni, irányító posztot szeretnék játszani. És mit mondott az első meccs után, igazzá vált az, amit előtte mondott, hogy halálra fogja izgulni magát? Szerintem jobban izgult, mint a játékosok zöme. Ez látszott is rajta egész héten múlt, főleg múlt héten. Most nyilván azért őt ki, hogy egy jó mérkőzést látosson. Úgy gondolom, hogy az első fél időben főként ez meg is mutatkozott, hiszen partiban voltunk azért a Telekom Veszprémmel, ami azért nem kis szó szerintem. Most test közelből láthattátok ezeket a világsztárokat. Mit gondolsz, elképzelhető, hogy majd a kis Veszprémből ti veszprémi fiatalok egyszer a Telekom Veszprémben is megmutassátok magatokat? Mindenkinek ez az álma, hogy a Telekom Veszprémben játszhasson néhány évből, hogy nyilván ez még sokat kell fejlődnünk, főleg fizikailag, de magamról tudok beszélni, hogy én is szeretnék itt játszani, hiszen Magyarország egyik legjobb csapatáról beszélünk, és mégis egy bajnokok ligája csapat. Ez egy cél.